Az idei nyáron már teljesen kialakult az úgynevezett boldogasszony kertje, aminek majd az avatása később kerül sorra, azonban ez a templomkert már teli van emlékjelekkel, szobrokkal, és azt gondolom, hogy bejövünk a templom kapuján, itt már is egy olyan helyen állunk, amire azt mondhatjuk, hogy megszentelt föld, hiszen a templom elődje valahol, valamikor ezen a területen állt. Ez valóban így van, ahol éppen állunk, ennek a mai templomnak az elődje helyezkedett el, még több feladatot is ellátott. Egyrészt volt benne egy kis kápolnácska, nagyjából azon a részen állt, ahol most jelenleg a feszület van. Ebben volt egy tantermes iskola, és volt benne még a plébánosnak is egy lakásocskája, egy egyszerű kis helyiség, egy szobából álló kis helyiség. Nos, ez együtt szolgált egészen 1896-ig az egyházközséget, illetve valamivel később is, tudnélék, egy részét ennek még megtartották, és csak az 1920-as évek végén bontották el, és ezáltal nyílt lehetőség arra, hogy ennek a helyén egyrészt állítsanak egy feszületet, másrészt pedig felállítsák Szűz Máriának a szobrát 1934-ben. A templom kapun belépőt rögtön balkész felől egy Szűz Mária szobor fogadja. Juska, mit kell tudni a szobor történetéről? Különös jelentősége van itt a templom kertben Szűz Mária szobrának, tekintettel arra, hogy 1934-ben állították, akkor, amikor elnyerte a helyi egyházközség a plébániai rangot, ami azt jelenti, hogy ettől az évtől az itt helyben lakó lelkipásztor egyben a plébánia vezetője volt, tehát plébános is volt. Nyilván ez motiválta azt, hogy az akkoriak Zajász Gyula plébános úr adományából fölállították ezt a szobrot. De különös okuk volt rá, ezen túlmenően is, hiszen az egyházközségben régi időktől fogva nagy tisztelete volt a Szűz anyának, hogy nem csak hozzá fohászkodtak, hanem eljártak a különféle zarándok helyekre is, és tekintettől, hogy a Szűz anya azokon a helyeken, illetve a helyi imáikban is megsegítette őket, a templom belsőben is hála vagy emlékező táblácskákat helyeztek el, ami kifejezi azt, hogy segített a Szűz anya. Most hát ezek együtt eredményezték azt, hogy végül is Zajász plébános úr kezdeményezésére erre a helyre fölállíthatták ezt a szobort. Ez volt a templomkertnek egyébként a második ilyen köztéri alkotása. Tehát gyakorlatilag igencsak jó 80 éve áll ez a szobor itt ezen a helyen. Igen, tulajdonképpen végül is igen. Egy egyszerű műkő szoborról van szó, tégla talapzaton áll, amit az idő azért egy kicsit megviselt, már igyekszünk azért jó karban tartani, már csak azért is, mert elődeinknek egy szép bizonyságtétele arról, hogy a Szűz anya mindig itt volt a hajonási római katolikusokkal, és mindig segítette is őket. Tehát itt említetted a Szűz anya tiszteletét a hajdonánási katolikusok körében. Azt hiszem, hogy három olyan kis kápolnácska áll itt a kertben, ami ennek a Mária zarándoklatoknak állít emléket. De azonban mielőtt ezeket megnéznénk és külön-külön mesélnél róluk, álljunk meg egy pillanatra azelőtt az emlékjel előtt, ami szintén a katolikus közösségek összefogásának egyik jelképe is, mégpedig a székely és a magyar testvérek egymás közti szeretetét fejezik, ez a befogadó szeretet emlékmű, ugye, amiről már többször beszéltünk, ugye ez a székely menekültek századik befogadásának századik évfordulóján került elhelyezésre. Nézzük meg ezt az emlékművet, és egy picit szóljunk róla, hiszen több név is található ezen az emlékjelen. Amikor 100 000-nek kellett elmenekülniük szülőföldjükről, székely testvéreinek az egykori 1000 éves magyar haza keleti határairól, most ők a Baba Mária, azaz a magyarok égi édesanyjának vezérlete alatt tették meg azt a hihetetlen nagy távolságot, rendkívül sok nélkülözése és rendkívül sok gyötrelem mellett, amelynek egyik végcélja éppenséggel hajdunálás volt. Ugye tudjuk most már, hogy 3200-an kaptak itt menedéket ebben a városban, jutottak fedélhez és élelemhez. És 2011-ben született az a munka, ami föltárta ennek a hatalmas népvándorlásnak, népmozgásnak a történetét, és egyáltalán ennek a 3200 főnek a befogadását, és ennek emlékezetére indította el hajdunálási római katolikus egyházközség a várossal egyetemben azt az esemény sorozatot, amely esztendőnként szeptemberben, tehát a menekülés és a befogadás hónapjában
emlékezetébe idézi a maiaknak az akkori történéseket, s ennek az eseménynek a címe Székely menekültek emléknapja, természetesen Hajdúnálláson zajlik. De hogy mindez kőbe is véssük, tehát ilyen módon is meghagyjuk az utókornak, ezért állítottuk ide ugyancsak 2011-ben ezt az emlékművet, vagy emlékjelet inkább, amelyre azt véstük föl, hogy Berencsi János polgármestersége idején, aki akkor nem csupán ezt a város dirigálta, vezette, hanem az itt megtelepült falunyi közösségnek az életét is, és hogy mennyien telepedtek meg ezen a helyen, és hogy milyen jeles személyiségek voltak közöttük, akikből később tényleg a székelység nagymű személyiségei lettek. Kettőt emeljünk ki közülük, Jakab Antal, a későbbi püspök urat, aki kisgyermekként 7-8 éves korában tette meg egy tehén szekeres fogattal édesanyjával és három kistestvérével az utat, Kiényfalváról ide és aztán vissza, valamint az akkor tanítóképzős Domonkos Pál Péter, akit később az utódok, a Csángók apostola címmel tiszteltek meg kimagasló néprajzkutatói tevékenységéért. Az emlékjeltől néhány lépésnyire, ha folytatjuk a sétánkat, akkor már is szemünkbe tűnik az első kis kápolna, a Mária Pócsi zarándoklat tiszteletére felállított kis kápolnácska. Jóska, Mária Pócsról elég sokat tudunk, de mégis mi az a nagyon fontos dolog, amit el kell mondanunk, hogy mi is ez a zarándokhely Mária Pócson, és most ennek hogy került ide ez a kis kápolnácskája? Egyáltalán, bocsánat, hiszen története van, három áll itt. Igen, mégpedig különleges lelki története van. Abból induljunk ki talán, hogy a szűzanyának, hogy ez eddig is kiderült az eddigi mondatokból, különleges kultusza van Hajdúnálláson, a hajdúnási római katolikus egyházközség híveinek lelkében. És ha még hozzáveszünk azt is, hogy az 1916-17-18. Évi menekülés és befogadás időszakában ez a szűzanyakultusz különlegesen is felértékelődött, hiszen ebben a templomkertben imádkozott, fohászkodott a székelység az ő égi édesanyjához, a magyarok égi édesanyjához, a Baba Máriához, akkor ezek együtt különlegessé teszik ezt a helyet, és elindították bennünket azt a gondolatot, hogy ezt a helyet ennek szellemében alakítsuk át, és minden, amit ezen a helyen létrehozunk, ezt a magasztos célt szolgálja. Ezért gondoltuk, hogy a magyarok égi, ősi édesanyjának elnevezését adjuk ennek a helynek, mégpedig a Boldogasszony kertje elnevezést. És amiatt, hogy ezt úgymond imahelyekké is tudjuk varázsolni, ezért arra gondoltunk, hogy azt a három zarándokhelyet, ahova egyébként a mi katolikusságunk eljár, annak függvényében, hogy egészsége, lehetősége miként engedi meg az évek során, azt a három emlékhelyet próbáltuk itt megjeleníteni. Nos, ezek közül az első a Mária Pócsi kegyhely, amely a Mária Pócsi szűzanyának állít emléket. Azért ő az első, azért ez a Mária kápolnácska az első, vagy Mária fülke az első, mert ez van legközelebb hozzánk. Ide gyakran el tud menni, tehát évente egyszer-kétszer mindenképpen eljutnak a mi katolikusaink, és ahhoz a szűzanyához imádkoznak, akinek a képét, egy képmásolatát elhelyeztük ebben a kis fülkécskében. És ami különleges jelentőséget ad ennek az első ilyen kis Mária fülkénknek, hogy alatta a kép alatt elhelyeztük azt az imaszöveget, amelyet a mi híveink akkor imádkoznak, amikor letérdelnek Mária Pócson a kegykép előtt. Tehát így együtt azt mondhatjuk, hogy egy picit idehoztuk Mária Pócs lelkiségét, szellemiségét, imáját is a hajdúnálásiak körébe. Ugye én zarándoklatot említettem, de tulajdonképpen a népünk körében ez búcsújáróhely volt. Évente, mondtad, egy-két alkalommal, mikor voltak ezek az alkalmak, hogy elmentek mondjuk a könnyező Szűz Máriához, Pócsra, Mária Pócsra? A két Nagy Mária ünnepen most következnek egyébként. Tehát a Nagy Boldogasszony, ünnepén és Kisasszonynapon, az utóbbi szeptember 8-án, az előbb augusztus 15-én. Ezeken mindenképpen, és tudni kell, hogy a hajdúnálnásiak is az elmúlt századok során azért nem csak gyalog, hanem szekéren, vagy éppen fordítva keltek útra, ekós szekérrel, és megtették ezt a nagy imautat, vagy zarándokutat, azért, hogy találkozzanak egyszer vagy kétszer az év folyamán Máriával, akitől aztán erőt, hitet hoztak haza maguk és az itthon maradottak számára. A következő kis kápolnácska már egy másik helyre viszel bennünket, bár még ez sincs túl messze Hajdúnálnástól, Mátra Verebélyre. Hát azért ez is egy búcsújáró hely. Jóska, erről a Mária kegyhelyről mit kell tudnunk? Ez egy olyan 110-120 kilométerre van Hajdúnálnástól a Mátrában, és nem elérhetetlen távolság ez sem, hiszen azért azok, akik még egészségű helyzetükből eredően megtehették,
ha nem is szekéren, de valamilyen más módon, tehát vonatos közlekedéssel eljutottak erre a helyre is. Mátra Verebély Szentkútra, a hegyek ölelésében van ez a hely, és a Mátra Verebély vagy Szentkúti szűzanya az, aki várja ide a zarándokokat. A szobrocskát, amit itt elhelyeztünk ebben a Mária fülkében, ott vásároltuk. Tudni kell róla, hogy ez a Mária ábrázolás különlegesen érdekes, hiszen ez egy öltöztetős Mária. Erre akartam pont rákérdezni, hogy ránézek, ez egy palóc vagy valami hasonló viseletben van. Igen, tehát ez annak a vidéknek a sajátos öltözetét viseli magán, és a nagyobb Mária ünnepekre mindig egy sajátos palóc öltözetbe öltöztetik ezt a szobrocskát, ezért is mondjuk rá, hogy öltöztetős Mária. Nos, hát ennek egy kicsinyített mását vásároltuk meg, ami egyébként pontosan megegyezik az eredetivel, tehát hasonlít hozzá, annyi különbség, hogy az eredetinek a magassága olyan 65-70 cm. Tehát onnan származik ez a hely. És tekintettel arra, hogy minden zarándok helyünkön különleges ima szövegek vannak. Aki ott letérdepel, aki oda elmegy és ezeket az imákat elmondja, nagy esélye van arra, hogy ezeket az ima szövegeket, ezt a tiszta lelkű fohász tulajdonképpen a szűzanya meghallgatja. Nos hát elhoztuk onnan is azt az ima szöveget, ami az ottani szűzanya lábánál van, elhelyeztük ide is. De kiegészítettük ezt a Mária fülkét még egy különleges dologgal, mégpedig egy olyan kődarabbal, ami a Szentkút melletti hegyoldalról származik. Ezt magunkhoz vettük egyszerűen, elhoztuk ide, tehát egy darabját hoztuk el tulajdonképpen a hegynek, és ennek a Mária fülkének a talapzatába építettük be. Ezt azért is tettük, hogy akik itt megállnak, vagy itt letérdepelnek imádkozni, egy picit érintsék meg, tehát kezükkel is közelségbe kerüljenek a Szentkút üzenetével. Ha már a talapzatot említetted, az imént erről nem ejtettünk szót, de a kis bevezető, kis járdarész és maga a fülkéknek a talapzatai is helyi. Tehát ez is egyfajta múltat idéző téglából áll. Igen, ezeknek is különleges jelentősége van, ugyanis 1896-tól egészen 1998-ig a templom belsejében voltak ezek a téglák, tudnélik, ezen jártak híveink, ez volt a belső burkolat, a járófelület. Miután ezt az elmúlt száz esztendő során nagyon-nagyon sokszor érhette szentelt víz, ezért azt mondhatjuk, hogy ezek szentelt téglák, arról nem is beszélve, hogy elődeink cipői koptatták, hiszen ezeknek a javarésze már kagylósra kikopott a cipőktől, a csizmáktól. És arra gondoltunk, amikor új burkolatot kapott a templom belseje, ezeket nem dobjuk el, nem adjuk el, félretesszük, és majd a Jóisten megmondja, hogy mire tudjuk felhasználni. Hát meg is kaptuk erre az instrukciót, és ennek itt van a látható eredménye, minden Mária fülkénk és a Szent László szobor talapzata is ezekből a téglából épült fel, sőt a kis hozzájuk vezető kis kétméternyi kis járdaszakasz ugyancsak abból a szentelt tégla mennyiségből készült, ami egykor tehát a templom belsejében volt. Ugye a Mária Pócsi Könnyező Szűz Máriánál ugye ismerjük az eredeti történetet, hogy miért vált búcsúhelyé. De Mátra Verebélynél, Szentkútnál itt mi volt a történet, tehát mitől vált kegyhelyé? A 18. század idejében vagyunk, Mária Terézia idején, és egy pásztor fiúnak, aki nagyon-nagyon alázatos és mély imádságban volt magányában ott fönn a hegyek között Máriához, ezért egy alkalommal neki megjelent a szűzanya, ilyen imádságos lelkületében, és miután ezt ő hírül adta, természetszerűleg az egyház kivizsgálta, sőt, mi több a pápaság is kivizsgálta ennek a valódiságát, amit aztán bizonyosodott, hogy igen, egészen valószínű, hogy így történt, ez nem csupán egy látomás volt, hanem egy tényleges valóság, sőt, több csodák is fűződtek ehhez a helyhez, hiszen a híre gyorsan szétterjedt, minek eredményeképpen az ott keletkező forráshoz, az úgynevezett Szentkúthoz nagyon-nagyon sokan el is zarándokoltak ennek a hírnek a hatására, és nagyon sokan meg is gyógyultak ennek eredményeképpen. A pápaság Róma gyakorlatilag szent helyén nyilvánította ezt a területet, ezt a helyet, minek eredményeképpen mind a mai napig nem szűnik meg oda az zarándokok serege áramlani. Tehát ennek a kútnak a vizéből ittak, vagy esetleg megmosakodtak benne, ettől gyógyultak meg, vagy pedig a hitereje
Vagy mind a kettő? Igen, a kettő, egészen valószínűleg a kettő együtt. Az imádságos lelkület és maga a szentelt víz, a szent kút, a szent forrás. Minden ilyen Mária helyünkön van ilyen egyébként. Szent László óta tudjuk egyébként, hogy milyen nagyon nagy jelentősége van ezeknek a forrásoknak, az életvize tulajdonképpen, és ha megszentelődik, akkor pedig gyógyereje is van. Ebben az esetben ennek az utópia jelentősége a kiemelkedő. Tehát akik oda elmennek, egyrészt isznak belőle, hiszen szentelményhez jutnak, másrészt megkenegetik azokat a fájós testrészeiket, amelyek megbetegedtek, és természetesen hoznak haza, mert mint szentelt vízen mindig szükség van az év folyamán. Ha betegség van, akkor ebből adnak a gyereknek egy kortyot, például ebből egy intenek a levesbe, és azért, hogy egészségesek maradjanak. A Szűz Mária kegyhelyek közül a sorban itt a legutolsó, de azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb és legrégebbi zarándokhely, Mária kegyhely, Csíksomlyó, ahová a mai napig minden évben pünköstkor százezrek zarándokolnak el, határon, tóról, tengeren, túlról is jönnek az emberek, és azt gondolom, hogy nem csak a magyarok, de azért főként a magyarok. Mit tudunk röviden elmondani a csíksomlyói Szűz Máriáról? Igen, egyetemes magyarságunk legjelentősebb zarándok helyéről van szó, és lépjünk egy picit vissza jó ezer esztendővel ezelőtt időbe. Szent István királyunk, amikor koronát, a Szent Koronát a fejére helyezték, kapott egy jelzést a legkeletibb végekről, hogy felséges királyunk. Itt a keleti végeken van egy Somlyónak nevezett hely, ahová a nép esztendőnként elzarándokol egy bizonyos Máriához, a Baba Máriához imádkozni. Nos hát a mi Szent Királyunk katonákat küldött erre a helyre, de nem azért, hogy rombolják le a helyet és büntessék meg a népet, éppen ellenkezőleg várat építetett, hogy vigyázzon erre a helyre. Ugyanis ő nagyon jól tudta, hogy a magyarságunk égi édesanyjához imádkoznak azon a helyen. Nos, ennek a égi édesanyjának a kultusza mind a mai napig fönn is áll, és ezért mondhatjuk azt, hogy az egyetemes magyarság legjelentősebb zarándok helye. A helyi nép a székelység Babbának nevezi, Babba Máriának. Két szóból tevődik össze, tehát a neve a Babba egy ősi magyar szó. Ha lefordítanánk, azt jelenteni, azt érthetnénk rajta, hogy a szép, a teljesség égi édesanyja. A Máriát pedig tudjuk, katolikus egyházunk Szent István király által számunkra adományozott égi édesanyjának a neve. És a kettő miután tartalmában nagyon hasonlatos volt, ebből közben könnyen össze is olvadhatott a két elnevezés, és a Babbából lett Babba Mária, vagy szép Szűz Mária, mind a kettő alatt ugyanezt értjük. Miután a hajdúk, ezen belül ugye a hajdonási római katolikusság és a székelység sors 1916-ban nagyon is összekapcsolódott, éppen Mária személye által is az arándoklatok és a befogadás következtében, ezért ennek a csíksomlyói búcsúnak különleges jelentősége van. Azóta egyre többen mennek el erre a helyre esztendőnként hajdúránásról. Én magam is vezetek így csoportokat minden áldott esztendőben, akik zarándokokként érkeznek oda. Tehát Csíksomlyó valóságos zarándok helye a hajdúránásiaknak is, és mondhatom azt, hogy nem csak a katolikusoknak, hanem az egyetemes hajdúránásnak. Ezt a kis szobrocskát, ami az eredeti, a világ legnagyobb Mária ábrázolásnak, hiszen az 2,26 méter, és ez Csíksomlyóban áll a 14. század óta. Nos, ez annak a szobornak egy kicsinyített változata, ott vásároltuk, egyébként a legutóbbi csíksomlyói búcsúba azért, hogy elhelyezhessük itt ebben a kis Mária fülkében. Alatta természetesen azt az ima szöveget olvashatjuk, amelyet ott imádkozunk, hogyha letérdepelünk a Szűz Anya lábához, és egy különlegességgel is szolgáltunk még ezen a helyen, ugyanis a megszentelt téglák közé beépítettünk egy kis üvegurnácskát, amiben pedig nem egyéb van, mint azok a porszemek, amelyeket a Szűz Anya lábától hoztunk a csíksomlyói nyerekből, arról a helyről, ahová esztendőnként több mint ezer esztendeje elzarándokol a székely és az egyetemes magyarság csíksomlyói Szűz Anyához imádkozni. Úgy látom, hogy itt is ugyanolyan ima szöveg található, mint a másik két kis fülkécskén. A csíksomlyói Szűz Mária, tehát mindazon által, ugye, hogy tehát még István király előttről is származhat ez a fajta Mária kultusz. E tekintetben, tehát
nem is tudom, hogy ő, tehát ilyen őskeresztény jelleggel működhetett, vagy éltek ott ezek az emberek, hiszen azért ezt tudjuk, hogy ez elég összefonódott dolog volt, főként ugye a kereszténység elején, ugye a pogány magyarok bejöttek, a Szent István kereszténység felvétele megmaradásunk érdekében, hogy akkor ez így időben hogy ért össze ez a kettő? Induljunk ki talán abból, hogy a pogány szavunknak mi is a valódi jelentősége, vagy mi a valódi jelentése. A pogány szó eredendően azt jelenti, hogy más vallású, azaz az enyémtől eltérő. Most azt mondhatnám, hogy a katolikusnak pogány, a református, vagy éppen a görög katolikus is. Ez tehát azt jelenti, hogy más vallású. Ha más vallású, akkor nem feltétlenül Isten tagadó, vagy Isten nélküli népnek kellett, hogy legyen mondjuk adott esetben a magyarság, hanem egyszerűen csak más vallású. A tudomány ma egyre inkább hangoztatni meri most már, hogy egyébként keresztény volt a mi népünk Árpád vezérlete alatt is, keresztény hittel érkezett a Kárpát-medencébe, és nagyon-nagyon magasztos Isten eszme tudattal, különösképpen égi édesanyja tudattal. Az égi édesanyja személyét a székely népünk, akik ugye a hunok maradékai, ők babaként határozták, mégis így is nevezik mind a mai napig, ahogy ezt eddig is hallottuk. Alföldi magyarságunk, tehát a többségi magyarság pedig boldog asszonykép. Ugye az ősi rovásírásos szövegekben boldog asanként olvassuk bármikor egyébként a keleti feliratokban. Tehát az égi édesanyja személye a boldog asszonyban testesült meg. Azaz magyarul úgy gondolkodott népünk, hogy mindenképpen úgy kell lennie az égben is, mint ahogy van a földön. Hogy van az atya, aki az apának felel meg a földön, aztán ha anya van, akkor fönn is kell lenni égi édesanyjának, és van fiú, mint ahogy egyébként gyermekeink is vannak. Ez egy tökéletes leképeződése volt mindannak, ahogy egyébként a világot látta, és önmagát látta a magyarságunk. Tehát a mi égi édesanyja kultuszunk, vagy kristálytiszta Isten képzetünk, az nekünk adott volt már előtte, ezer éveken keresztül ebben éltünk, ezt hoztuk magunkkal, azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a római katolikus vallásunk, az akkor még egységes katolikus vallásnak a nyugati ága, az a Szent István király által javasolt, szorgalmazott lehetőség volt arra, hogyha Európában szeretnénk hosszabb távon itt maradni, akkor inkább ehhez az irányzathoz kapcsoljunk. Még csak azt sem mondanám, hogy vallást cseréltünk, inkább módosítottuk a korábbi vallásunkat. Tehát a templom déli oldalán találhatók ezek az emlékjelek, azonban a templom északi oldalán is folytatódik, mégpedig úgy is mondhatják, hogy egy jelképes cinteremmel, hiszen egykoron, az ősidőkben a hívek a templom kertbe temetkeztek, aztán persze ez utána már megváltozott, de itt is nagyon sok érdekes temetői emlékjelet találhatunk. Beszéltünk itt a cinteremről, említettük azt, hogy ugye egykoron régen, kezdetben a temetkezés még valahol a templom közelében, a templom kertben volt. Hát ez aztán természetesen később megváltozott, ám de itt a templom kertben pontosan ennek emlékére néhány katolikus emlékjelet találhatunk, és hát, hogy körbenézzünk, van fából, kőből, teljesen meghitt, temetői hangulatra lehet ezt mondani, árasztanak ezek a sűrű borostyános részek, illetve a zöldek, a fák, a virágok. Itt az emlékjel sor egy nagyon keresetlen, egyszerű fakeresztekkel kezdődik. Jóska, honnan, hogyan kerültek ezek ide? Talán azt kell tisztáznunk először is, hogy a hajdonási római katolikus egyházközség kertje nem szolgált sohasem temetkezési helyül. Ennek az a magyarázata, hogy 100 esztendőre vagyunk már a templom építési idejét illetően. Mária Teréziától, és Mária Terézia 18. század végén rendeletbe hozta, hogy a templom a kertjében nem lehet temetkezni egészségügyi okok miatt. Viszont tekintettel arra, hogy nagyon messze vannak a mi temetőink a templomunktól, ezért szerettük volna megidézni egyrészt a egykori cintermeknek, hogy középkorban nevezték őket, vagy templomkelteknek ezt a temetői hangulatát. Másrészt pedig szerettük volna megmutatni egy keresztmetszet vonatkozásában, hogy milyen sírjeleket használtak a mi római katolikus elődeink. Nos hát ezek közül a legrégebbi és legegyszerűbb is, ez a kis egyszerű keresztpár, amiből az egyik egy gyermeknek állít emléket, a másik pedig valószínűleg az édesanyjának, nem tudjuk pontosan, hiszen már olvashatatlanná vált a szöveg. Ezek a legrégebb időből, tehát körülbelül 80-100 évvel ezelőtt időből valók. Tudni kell, hogy a kereszt az a legsérülékenyebb forma a sérjeleinken, sérjeleink közül, tudnélik éppen amiatt, hogy 90 fokban metszi egymás két szár, két fa,
ebből következőleg azon a ponton nagyon romlékony, szemben mondjuk a reformátusok sírjeleivel, amelyek ugye oszloposak, ebből következőleg sokkal tovább bírják, és szerencsére ez a kettő kibírta, és elhoztuk ide konzerválás után. És ami talán érdekes még, hogy a keresztmetszet hangulatánál maradjunk, amire próbáltam utalni az előbb, hogy mindegyik típusban megpróbáltunk megmutatni egyet, és ezek közül talán különösképpen is érdekes az a két sírjel, ami formáját tekintve pontosan olyan, mint a református sírjelek. Az egyik fából készült, a másik pedig műkőből készült. És miért van ez? Egyszerűen ennek az a magyarázata, hogy ugye összeházasodtak katolikusainkkal, reformátusokkal, ebből következőleg a temetőkbe ugyanazokkal a mesterekkel készítettek sírjeleket. Így hát a református sírjel az abban hasonlított a katolikushoz, hogy formája ugyanaz volt, lényegében, mint a reformátusokénál, csak éppen rátettek egy keresztet azért, hogy mégis eltérjen attól, mondván, hogy ő, aki ez alatt nyugszik, az azért nem református, hanem mondjuk éppenséggel római katolikus. Talán kiemelném még ezt a kovácsoltvasból készült feszületünket, ami több, mint kereszt, hiszen ugye korpusz van rajta, tehát Jézus teste is ott található rajta, nagyon-nagyon igényes kovács munka. Ezek kovácsműhelyben készültek, kivéve a korpusz, tehát Jézus testét, ami viszont öntött vas, ezeket a kereskedésekben meg lehetett vásárolni, és a kovács pedig alkotott belőle egy ilyen szép megoldást. Ezek ritka dolgok voltak, tehetősebb családok készítettek maguknak természetszerűleg ilyet, mint hogy tehetősebbek voltak azok is, akik kőből készítették el a sajátjukat. A legelterjedtebb, a legáltalánosabb a kereszt formájú volt, és persze ezek voltak a legkevésbé időtállóak is. Egy picit visszatérve a vegyes házasságokra és az itt látható emlékjelre, tehát olyan, mint mondtad, hogy kereszt van, tehát ahol a reformátusok nem mindig a szomorú főz van általában, itt most kereszt van, viszont alatta meg ott van a boldog feltámadás reménye alatt, ott most az abetűt nem látom, de boldog fel, tehát az ABFR. Igen. A. Tehát ez viszont a reformátusokra jellemző, de ezen az emlékjelen is megtalálható. Igen, ez annak bizonysága, hogy ugyanaz a kéz készítette mind a két felekezet számára ezeket a sírjeleket, és hát egyszerűen hallgatólagosan elfogadták, hát miért ne, a katolikus is a boldog feltámadás reménye alatt nyugszik egy-egy ilyen sírjel alatt. És mint mondottam, a mesterek ugyanazok voltak, akik a többségi, tehát a reformátusság számára is készítették, és őket kérték meg általában ugyanerre a feladat. Persze ezek ritkák voltak, általában abban az esetben fordult ez elő, hogyha egy sírba temették a református és a katolikus egykori hajdonállási honfitársunkat, és hát ilyen módon ezt valamilyen módon mégis össze kellett hangolni, vagy meg kellett különböztetni, hogy ki volt a református és ki volt éppenséggel a katolikus. Melyik temetőből kerültek ide ezek az emlékjelek? Ezek kivétel nélkül a régi felső temetőből, tehát a Nyíregyházi út mellett lévőből. Ugye két temető része volt a hajdonási római katolikusságnak. Egyrészt a régi alsó a fürdővel szemben, a másik pedig ez a bizonyos régi felső. Ez már egy elhagyott temető rész, magára hagyottan vannak már ott a sírok, hiszen a leszármazók már nem tartják a lelki kapcsolatot az ott nyugvókkal. Ebből következőleg, ha kibukott sérjelekből tudtunk elhozni néhányat, tulajdonképpen ezáltal is szerettük volna megmenteni az utókor számára ezeket a sérjeleket. Az ősi emlékjelek között itt láthatunk egy székely emlékkeresztet, tehát kereszt, mert nincs rajta feszület, illetve előtte van egy kis kőurna. Jóska, ez... Tudom, hogy ez a székely befogadással kapcsolatos, de egészen pontosan milyennek a keresztnek a története? Tióhéjben csupán annyi, hogy azért ezt a formát választottuk, mert azok a székelyek, akik 1916 és 18 között itt hajdonálláson fejezték be az életüket, mint menekültek, számukra nem jutott olyan kereszt, olyan fa kereszt, amilyet egyébként állítottak volna számukra a Székelyföldön. Ezért onnan hoztunk egy mintát, és itt állítottuk fel ezen a helyen, fölvésve, hogy 38-an fejezték be ezen a helyen életüket 1916 és 1917 között. Tehát tulajdonképpen ez a kereszt pontosan olyan, mint amilyet Székelyföldön vagy a Hargitában, vagy egyáltalán a székelyföldi temetőkben láthatunk, méretét tekintve, egy léptékét tekintve egyaránt. És előtte van egy különlegesség, egy kis urnácska tulajdonképpen, ennek az a jelentősége, hogy benne olyan porszemek vannak, amelyeket ideérkező, tehát az ünnepeinkre érkező székely papok, illetve hívek hoznak magukkal, azokról a helyekről, ahonnan elszármaztak és itt fejezték be életüket, azok, akik
38-an, tehát mint halottak itt nyugszanak Hajdunállás földjében. Tehát gyakorlatilag azok székely porszemek tulajdonképpen. Boldogasszony kerti sétánk egyik olyan emlékjeléhez érkeztünk, ami tulajdonképpen a legelső volt annak idején ebben a kertben, ebben a templomkertben, mégpedig a megszokott feszület. Jóska, erről mit kell tudnunk, hiszen valahol azt gondolom, mint ahogy az elején beszéltünk róla, valahol itt volt, itt kezdődött az ősi kis kápolna, illetve az iskola épülete. Nos, ez a hely tényleg különös jelentőséggel bír itt a templom tornya előtt, tekintett arra, hogy 1850-es évektől használta a helyi egyházközség azt a polgári stílusú épületet, amelynek egyik kicsi részében, az északi felében egy kis kápolnácska volt, melyet egyébként Szent István király tiszteletére szenteltek föl, és mind a mai napig az oltárkő meg is van, ez az oltárkép meg is van. Tekintve, hogy elbontották az 1920-as évek végén ezt az épületet egyéb feladatok miatt, építkezések következtében, ezért úgy döntött az akkori egyházközség, hogy itt állítanak egy feszületet, ami minden katolikus közösség legfőbb kifejezője, identitás képője, hiszen ahol keresztet, ahol feszületet látunk, ebből tudjuk, hogy katolikus közösség van. És hát ők ezt nagyon-nagyon fontosnak tartották, hogy egyrésztől a templom előtt álljon, legfőképpen pedig azon a helyen álljon, ahol az első kápolna szentélye állt. Tehát tulajdonképpen az a szentélynek a helyén áll. Ez tehát 1929-ben történt, és Kovács Jánosné, született Román Anna anyagi támogatása mellett valósult meg ez az alkotás. Ebben a nagyon szép kertben, amit most itt végigjártunk, lesétáltunk a kert minden részét, megnéztük Zegéd Zugát, az emlékjeleket, a szobrokat. Itt most a legfrissebb, a legújabb szobor előtt állunk, amit éppen a napokban avattak fel, szenteltek fel. Ez pedig nem más, mint Szent László király szobra. Egy gyönyörű, szép szobor. Jóska, mit kell tudnunk a szobor történetéről, illetve milyen alkalomból került ez ide? A Boldogasszony kertjének gondolatisága szülte ennek a szobornak a létét is, és szerencsés időbeli helyzetben voltunk, tekintettel arra, hogy az előző esztendőben zajlott az egész Kárpát-medencére kiterjedően a Szent László év, és ebben az esztendőben pedig a mi egyházmegyénk, a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye pedig most ünnepli alapításának 25. évfordulóját. Tehát ez a kettős gondolat szülte azt a lehetőséget, hogy álmodjuk bele ebbe a templomkertbe a magyarság egyik legfőbb égi védelmezőjének, Szent László királynak a szobrát is. Nos, ennek a szobornak érdekes múltja van, illetve ennek előjének tudnélik, az eredeti műalkotást 1884-ben állították fel polgáron a római katolikus templom mellett, amerikás polgári magyarok anyagi támogatása mellett. Az anyag azonban nem bírta az idő kihívásait, és az utóbbi időben annyira megrongálódott, annyira tönkre ment, hogy az egyház úgy döntött polgáron, hogy újat készített helyette, de a régivel megegyező formát. Erre egy új fejetói mestert találtak, mint kivételezőt, akit egyébként Mikle Krisztiánnak hívnak, és megőrizte az öntő formát, hiszen ez műkőből van, tehát ez egy kőőrlemény vagy márvány őrlemény tulajdonképpen, és engedélyt kaptunk, engedélyt kértünk polgár plébánosától arra, hogy ennek a másolatát, mint egy ilyen kis népies, vallásos felfogású ábrázolást itt Hajdunánáson a római katolikus templom kertjében is feláldíthassuk, az említett évfordulók jegyében. Tekintve, hogy megkaptuk ezt az engedélyt, ezért el is készülhetett ez a szép kis egyszerű, szimbolikájú szobor, ami egyébként minden olyan jelzést, utalást tartalmaz rajta önmagán, tehát a szobor testén, amiből tudjuk, hogy Szent László király ábrázolja, hiszen a pallos a kezében az igazságszolgáltatás jelvénye, és a hatalmi jelvény is, ugyanakkor pedig mellette ott a pallos, amin pedig a korábban is az által is használt címer látható a kettős kereszten, mint a katolikusság, a kereszténység legfőbb védelmezőjének utalóan. Ez a szobor, illetve maga Szent László király azt gondolom, hogy egyfajta összekötő kapocs is lehet ennek a kertnek a gondolatisága, tehát ugye a székelység, a magyarság, a hajdúság egyfajta
jelképes összekötését is jelentheti, hiszen jelentős csodákat is művelt úgy Székelyföldön, tehát ugye csak gondoljunk a Tordai hasadékra, a Székely leány történetére, de hát ő ugye az árvák védelmező, tehát a lovak király volt, és azt gondolom, hogy ez úgy mind visszaköszön erről a szoborról. Igen, azt gondolom, hogy mindez, amiről beszélünk, ez ott van az ő arcán, ott van az ő megjelenésén, ott van az ő testtartásában, és minden olyan jelvényében, ami őt, mint szent királyt meg tudják jeleníteni számunkra. És arra is gondoltunk, hogy minden bizony a székely testvéreink számára kedves helye lesz ez itt a római katolikus templom kertünkben. Ez a szobor, tudnélik, ha valami összeköt bennünket, hajdukat és a székelyeket, akkor Szent László királynak az alakja mindenképpen, hiszen ő igen gyakran megfordult a Székelyföldön, a gyimesekben is többek között a kunok elleni hadakozásában, tehát védte a székelyeket, nem is véletlen, hogy a székelység egyáltalán az erdélyi magyarság legfőbb szentje, legfőbb égi védelmezője. És akik jártak már Székelyföld vagy Erdély templomaiban, akkor megtapasztalhatták, hogy az oltáron Szent István király mellett mindig ott van az ő alakja, mint a másik szentnek az alakja, ami jelzi azt, hogy oltára emelődött nem csak a szentek vonatkozásában, hanem fizikai tapintható valóságában is. Tehát egy újabb összekötő kapocs teremtődött tulajdonképpen általa a székelyek és a hajduk között. Ugye tényleg vasárnap volt, tehát a közelmúltban volt a megszentelése ennek a szobornak. Nagyon sok szép dolgot hallhattunk Varga János apátornak, címzetes apátornak az előadásában Szent Lászlóról. De ami nagyon érdekes volt számára, tehát ugye székelyek, magyarok, de lengyel vendégek is voltak. És hát ugye ő is egy összekötő kapocs, tehát szinte az egész Kárpát-medence, de még tovább is. Hihetetlen egyetemessége van ennek a király, ennek a Szent Királynak. Igen. Nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy Kárpát-medencei, de azon túl olyan európai jelentősége van Szent László király személyiségének, hiszen mindaz, amit ő teremtett Európában, Európa magyarságát illetően, és Európa nemzeteire vonatkozóan, az őt nem csupán a szentek közé, hanem a legnagyobb államférfiak közé emeli. És az lengyel testvéreink hasonlóképpen tisztelik őt, többek között azért is, mert onnan származik, Lengyelföldön született, lengyel herceg nő volt az édesanyja, ugye 5 éves koráig ott is élt, majd azt követően került magyar földre, és futotta be az itteni pályáját Szent László király. Tehát azt lehet mondani, hogy az ő kultusza különös jelentőséggel bír, nem csak itt Magyarországon, hanem éppenséggel Lengyelföldön is. És ne felejtsük el megemlíteni, hogy a tisztelete, a kultusza halálát követő századokban olyan magas fokú volt, hogy a nagyváradi sírjához minden valamire való államférfinak életében legalább egyszer illet elzarándokolni. Azt tekintették valamire való államférfinak, királynak vagy bármilyen méltóságnak, ha elment és egyszer tiszteletét tette Szent László királynál, mint aki Európa legnagyobb szentje volt. Ugye a szobor talapzata is megszentelt kövekből áll tulajdonképpen. Erről már beszélgetésünk elején szó esett, de szerintem szóljunk itt is néhány szót erről, hiszen nem csak a téglák, hanem maga az alsó kőréteg is innen származik, tehát helyből. A téglákról régi. Tudjuk, hogy azok a templom belsejéből származnak, egykori járókövek voltak, tehát megszentelt téglákról van szó, de különös jelentősége bírnak azok a mészkövek is, amelyek a talapzatot alul képezik, ugyanis ezek azok a kövek, amelyek egykoron annak az első kápolnának, plébániának, iskolának az alapkövei voltak, amelyet az 1920-as évek végén bontottak el, és szerencsére elődeink nem dobták ki ezeket, hanem megtartották virágágyásoknak, szegélyekként, ezek öveznek itt bennünket minduntalan. Nos hát ezekből szedtünk ki néhányat, és mint nagyon erős, nagyon időtálló követ is tettük ide, de alapvetően amiatt is, hogy el tudjuk mondani azt, hogy gyakorlatilag abból építkeztünk, amit elődeink meghagytak számunkra, hiszen ezek megszentelt, különleges lelki jelentőséggel bíró építőkövek. Milyen forrásokból tudta az egyházközség fedezni ennek a szobornak a felállítását? Hiszen gondolom hívek adománya is bőven van benne. Igen, első renden is híveink adománya, akik kis forintocskáikat elhozták ennek a templomkertnek a szépítgetésére, vagy éppen saját munkájukat hozták el, tehát az alapvető forrása a híveink adományából van. Ezen túlmenően pedig Hajdonánásváros képviselőtestületének anyagi támogatásából és egyéb pályázati forrásokból,
ezek együttesen fedezték tehát mindannak a munkáját, amit eddig el tudtunk itt végezni. Körbejártuk a Boldogasszony kertjét, látunk gyönyörű, szép alkotásokat, műalkotásokat, szobrokat, emlékjeleket, azonban ez a kert zöldből is áll. Gyönyörűséges, szép zöld felületek vannak, bokrok, virágok, és az az érdekes, hogy ezek a virágok javarészt ilyen falusi jellegűek, tehát nem kifejezetten olyan virágok, olyan nemes virágok vannak benne döntő többségében, amelyek mondjuk akár egy mai parkban elfogadottak, hanem inkább ilyen nagyanyáink, dédanyáink kiskertjeire emlékeztető virágok. És hát nagyon sok fa természetesen. Ez volt a cél, hogy olyan virágokkal vegyük magunkat körül, amelyeket egyébként bárhol megtalálunk itt Hajdúnánás kiskertjeiben. Magunk szedtük a virágmagokat, és a templomkertnek egy félre első helyén magunk állítottuk elő a palánták javarészét is, de természetszerűleg kaptunk a kertészettől is néhány olyan virágot, amit mi nem voltunk képesek megtermeszteni. És hagyj említsem meg azt, hogy Palánki Ferenc, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye püspöke nagyon nagyra értékelte azt a célját egyházközségünknek, hogy mindazt, amit a templomkertben megvalósult, esztétikai és lelki értelemben, ezt ne csak önmagunk számára mutassuk föl, hanem legyen ez egyetemes a város nyilvánossága felé és azon túlmenően is. Ahogy látszik is, kapunk nyitva van reggeltől estig, várjuk tehát ide mindazokat, akik pihenni jönnének, akik szeretnének kicsit felüdülni, akik esetleg esztétikai élményre vágynak, de természetszerűen azokat is, akik imádkozni jönnek, hogy leüljenek itt, vagy megálljanak egy-egy Mária fülke előtt, és fohászkodjanak az ég édesanyához. Kedves nézőink, tehát aki úgy gondolja, hogy közelebbről és testközelből is meg szeretné ismerkedni mindezekkel a műalkotásokkal, főként ugye a Mária fülkékkel, a kicsi kápolnácskákkal, amiben tényleg a Mária búcsúhelyek, zarándokhelyek rövid történetét, imádságait olvashatják, azok nyugodtan bejöhetnek, hiszen, mint elnök úr mondta, a templomkapu mindenki előtt nyitva áll, és körbejárhatják, megnézhetik ezeket a műalkotásokat, szobrokat, és gyönyörködhetnek azokban a szép virágokban, fákban, bokrokban, amelyeket mind körülölelik ezt a kicsiny templomat, hiszen nem mondhatjuk, hogy nagy templom, de azt gondolom, hogy itt a városközpontban egy csodálatos, szép zöld sziget, egy kis oázis. Várjuk Önöket nagyon sok szeretettel!